Sokan gyülekeztek szombaton reggel a Kiskút teniszklubban, ahol idén immár második alkalommal szerveztek jótékonysági tenisztornát. Számos cégvezető csatlakozott az akcióhoz, akik nem csak megmérették magukat a nap folyamán, de adakozásuknak köszönhetően két iskolát is megajándékozhattak. Különböző cégek szponzorálják, azoknak az adakozásából jött össze az a pénz, amit ugye két iskolának az alapítványa kap meg az idén. Így mindegyik iskola kap 1 050 000 forintot, és ezt ugye szabadon arra költik, amire leginkább szükségük van. A befolyt összeg felét a Felsővárosi Általános Iskola Szociális Alapítványa kapta meg. Az iskola igazgatója köszönetét fejezte ki az adományért, aminek természetesen már meg is van a helye. Az iskolának tulajdonképpen az öltöző szekrényeit szeretnénk ebből felújítani, illetve öltöző padokat szeretnénk ebből létrehozni, amit a gyerekek jelenlegi gyerekanyagunk is tud használni, illetve a következő évekre a tanulói ifjúságnak megmaradna örök emlékül. A jótékonysági akció másik kedvezményezettje az ezredéves iskola. Itt is mindig jól jön az adomány. Karácsony idején sokan megtalálnak bennünket, szerencsére karácsonyon kívül is, mert ugye ez az időszak arról szól, hogy bizony akik több támogatást igényelnek, segítsük meg őket. Az anyagi támogatás mindig jól jön, amit mi most konkrétan az iskola étkező bútorára szeretnénk fordítani. Az ünnepélyes átadást követően indulhattak a mérkőzések. Az amatőr versenyzők férfi vegyes páros tornán mérhették össze tudásukat az estébe nyúló kupán. A csoportköröket követően főágon és vigaszágon versenyezhettek tovább a résztvevők, akik közül az első három páros díjazták végül mindegyik ágon egy-egy kupával.